Reggel 9 órakor ismét kinyitott a kapuit a túlfürdő, de már egész héten készültek a nyitásra. Az utolsó munkálatokat is befejezték, kiültettek 1200 növényt, sepregettek, előkészítették a röplabda pályát, rendbe rakták a medencéket. Minden készen állt pénteken a vendégek érkezésére. A túlfürdő 2019-es felújítása után a fürdőzők a kis mediterrán tengerpart jelzővel illették a létesítményt. Ennek oka többek között a megújult zöld felületek, sétányok és csúszdák. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT idén is arra törekedett, hogy néhány újítással még kellemesebbé tegye a vendégek számára a túlfürdőt. A két új csúszda korábban egy fúrott kútból kapta a vízellátást, emiatt hűvös volt a csúszdák vize. Az idei évre a csúszdák vízellátó rendszerébe kapcsoltak egy szivattyút, ennek segítségével már a túlvízét forgatják vissza a csúszdákra, így jóval kellemesebb lesz a víz hőmérséklete. További újítás, hogy a kisgyerekesekre gondolva egy bébi pancsolót alakítottak ki a parton, illetve lejáró lépcső is épült. A hatályos jogszabályok értelmében a fürdők, így a túlfürdő is védettségi igazolvány és szájmaszk viselése nélkül látogatható, minden eszköz, medence és élmény elem korlátozások nélkül használható. Az árak július 1-jéig biztos nem változnak, és továbbra is él a 16 óra utáni kedvezményes jegyvásárlás lehetősége. A túlfürdő kifejezetten népszerű a nyíregyháziak körében, egy-egy nyári napon az sem ritka, hogy a 2000-2400 főt is meghaladja a vendégek száma. A túlfürdő előtt megújult a park is, a meglévő szökőkutak összekötetésbe kerültek, megvalósult a térburkolati és zöld felületi rekonstrukció is. A Sóstó projekt része volt az élményfürdő előtti szökőkút kialakítása is, ami nagy népszerűségnek örvend, ez már a tavaly őszi próbaüzemben is látható volt. A turisztikai attrakció hétvégenként késő estig üzemel, májustól megújult zenei palettával várja az érdeklődőket Sóstón. A közel 500 négyzetméteres hang- és fényefekttel kiegészített vízjátékot adó szökőkút programja között van gyermek, modern és vegyes blokk is. Filmzenéket, klasszikus és modern dalokat is játszik.